Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere, ezoterikus tanár vagyok, természetgyógyász vagyok, spiritista vagyok, vannak ugye iskoláim, és masszással is foglalkozom, csontkovácsolással, vannak spiritista tanfolyam, ezoterikus tanfolyamaim is, többféle masszás tanfolyamom is, ahol mindig egy különleges, mert a masszázsban és bioenergetikát is tanítok. Miről lesz ma szó? Hát ma nem fog olyan sokat beszélni, mint máskor szoktam az elején. Igyekszem úgy csinálni, hogy minél többet kérdezősködhessenek önök is, ugye? Először is a fülzúgásról szeretnék beszélni. A fülzúgás egy népbetegség, de még a műsor elején ezt el kell mondanom, hogy amiről én beszélek, az orvosi kezelés nem helyettesíti, csak kiegészíti, és a kezelések, amiket én szoktam csinálni, nem egyformán hat mindenkire. Ezt muszáj elmondanom, mert tudják, az olyan, mint hogy kérdezem meg a gyógyszerészét, hát senkinek sincsen gyógyszerésze, de bizonyos dolgokat el kell nekem mondani. Szóval a fülzúgásról fogok beszélni. A fülzúgás, hát az nagyon-nagyon sok ember kínlódik a fülzúgással, elmennek orvoshoz, elmennek kórházba, elmennek ideggyógyászhoz, csinálnak CT-t, csinálnak MR-t, és minden rendben van mindenkinél, és mégis zúg a fülle az illetőnek. Nagyon kellemetlen tud lenni, ugye ennek több oka van. Szoktak adni infúziót, befektetik kórházba, de én azt még nem hallottam, hogy egy embernek is sikerült volna orvosilag megoldani a fülzúgás problémáját. Ugyanakkor még én azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy mindenki esetében, de nagyon sok esetben van segítség erre a problémára. Pont ma volt nálam egy úriember, és azt hiszem egyszer volt nálam, és már pont ezt mondtam, az előbb önöknek mondtam, hogy már az Atya Úristennél is volt, és mégis zúgott a füle, és majdnem teljesen megszűnt a fülzúgása. Több ok lehet, először is lehet a nyaki csigolya is. Probléma, ugye mindig úgy kezdem a kezelést, hogy csontkovácsolással, így a nyak is belekerül persze a dologba, mert nyakon meszesedések vannak, akkor különböző idegeket, meg idegpályákat nyomhat, ugye a meszesedés, a kitüremkedési rész. De igazából legtöbb esetben azt lehet mondani, hogy a füljáratban levő meszesedés okozza ezt a problémát, ez spirituálisan lehet rajta változtatni, mert kézi energiával is lehet rajta változtatni, és ugye a nyakat is ugye erre szoktam hozni, amikor ezt a kezelést csinálom, és fül akupunktúrát is csinálok minden egyes alkalommal. Szóval 3-4 féle dolgot csinálok erre az egy bajra, és úgy tűnik, hogy persze azt nem lehet mondani, hogy mindenkinek egy alkalommal ez megtörténik, de azért egy bizonyos idő után van nagyon nagy esély arra, nem mondhatom, hogy biztos arra, hogy a fülzúgás megszűnhet, hiszen ez egy népbetegség. Nagyon-nagyon kellemetlen dolog, amikor a férfiaknál gyakoribb egyébként, mint a nőknél megfigyelésem alapján, hogy a családfő otthon van, kint mondjuk a kertben történik valami, a fülzúgás miatt nem hallja, míg az asszony meg mindent hall, ugye? És mindegy ez, hogy az asszony vagy más tulajdonképpen, de ez egy kellemetlen, és egy nagyon rossz, hogy örökké csak azt a zúgást hallja, meg gyakran előfordul, még szédüléssel is jár ez a dolog, akkor meg az agyba levő, a hallójáratba levő egyensúlyközponttal van a probléma, az is ugye spirituális kezeléssel és fülakupunktúrával mindig szoktam, amikor vége van a kezelésemnek, akkor végén fülakupunktúrás kezelést is adott, de nem tűvel, hanem mágnesgolyóval, mert hogy sokkal hatékonyabb is, nem kell azt sem, minden nap jönni kell kezelésre. Megkérem a kollégákat, mondtam, hogy ma nem akarok sokat beszélni, hogy a telefonszámot tegyék be, a 061-269-0386-os telefonszámot, még mindig nem látom, hogy ki lenne írva. A telefonszám 061-269-0386. 0386. Na, kedves kollégák, tegyék ki a telefonszámot, ha lehetne, mert én nem látom, hogy kint lenne a telefonszám. Na mindegy, akkor mondom, 061
269 0386. Még egyszer elmondom a telefonszámot, 061 269 0386. Végülis azért nincsen kírva, önök ezt nem tudják, hogy múlt héten meg előző levő héten itt a stúdióban korszerűsítés lett, mindenki lett cserélve, nagyon sokat költöttek rá, és ezért nincsen. Jó estét kívánok, tessék parancsolni! Jó estét kívánok, Tihanyi úr, Erzsébetnek hívnak. Engem meg Tamásnak hívnak. Jó, akkor már meg is egyeztünk. Leveszem a hangot egy pillanat. Jó, köszönöm. Ja, na jó. Egy általános állapot felmérést szeretnék öntől. Kedves Erzsébet, mondja nekem, én nem beszéltem magával mostanában? Most beszélni beszéltünk már régebben, de az nem most volt. Mikor? Régebben. Hány éve? Hány éve, nem hány, egy fél éve körülbelül. Na. Megbeszéltük, hogy egy nagyon szép városból születtem, ahol a Tihanyi úr katona volt. Jaj. Jaj. A szép város magának. Na. Ja, szabadszállás magának, szép város. Jaj, nem ott volt, Tatán volt katona. Ja, Tatán nem azért voltam. Hanem miért? Tatán én edzőtáborban voltam. Edzőtáborban, bocsánat. Tudj, én válogatott birkózó voltam. Igen, nagyon komoly eredményeim voltak, és én rengetegszer jártam Tatán, ebből kifolyólag. Jaj, összetévesztettem. Nem persze. Baj, mert szabadszállás szép, hát mondom, hát jaj, mindent nem, lehet nem, arra. Jaj, edzőtáborban. Elnézést kérek a szabadszállásiaktól. De Tata az tényleg gyönyörű város. Gyönyörű, Tóváros kertem van az edzőtáboros. Nem annyira szép, mint Pécs, ahol születtem. De... Jaj, na ne csináljuk. Jó, egy általános állapot ja, felmérés. Én büszke vagyok Pécsre egyébként a mai nap, én büszke vagyok. Hát gyönyörű város az is. És Tatán, ugye hát ott nagyon sokat voltam. Volt ott egy fiatal koromban egy barátnőm, az egy fejjel magasabb volt a kislány, és akkor megfogtam a derekát, ő megfogta a vállamat, emlékszem. Na, megnézem. És csak innen ismerem a televízióból? Személyesen nem találkoztunk? Még nem. Na, megnézem, hogy szellemese biztos van. Van. Hány darab? Egy, kettő van. Múltkor lett, csak egy volt? Igen. Átok is van, drága hölgyem. Ajaj. Hú, most mi lesz most? Szent Habakuk. Habakuk az lesz. Na most a szellemmel kapcsolatban az a helyzet, hogyha van az a mondás, hogy puf van a hátunkon, biztos hallott ezt a mondást. Igen. Már, ez azt jelenti népiesen, hogy ott van a szellem a hátunkon, az idegen szellem, nem a saját szellemünk, idegen szellem, és az nem jó, hogyha rajtunk van, először is energiára van szüksége a szellemnek, valamilyen szinten energiát szívja, de nem olyan szinten, hogy most az sors döntő lenne, és befolyásolja az embernek a viselkedését, egészségi állapotát, olyanra, amilyen az volt, tudja, aki élt valamikor annak a embernek a szelleme, ezért nem jó, hogyha rajtunk van. Az átok, amiről beszéltem, a sokan nem hiszik el, hogy mennyire tud ártani. El se tudják képzelni. Volt olyan, hogy beültem a kocsimba, és rohadtul fájt a derekam. Na hát, szeret fájni, amúgy is, hogy a birkózásnál... Tönkrement a birkózásnál rendesen a derekam, és de ahogy beültem, dupla annyira. Aha. Na mondom, mi a túról van, mondom, hát ez a kocsi el van varázsolva, vagy mi? És akkor mondja a párom, hogy hát vedd már le az átkot a kocsiról. Hát levettem. Na. És utána jobb lett valamivel a helyzet, de nagyon sok autón lehet átok, sok embernek, most képzel, hogy beelőzünk ez az, pif-puf, másiknak nem tetszik a dolog, és már mondja huha anyát, tudja. Ja. És már meg is van az átok, tudja. Na de hát miért átkoz el valaki, hát soha még egy haragos fog sincsen. Ezt mondják legtöbben. De tényleg így van. Hát tényleg. Tényleg így van. Tényleg így van. Hát nem lehet tudni, az emberek jó indulatúak általában. Hát igen, igen. Van. Na. Nekem is sok ember bánt állandóan, pedig én még embernek nem bántottam soha. Na ugye. Meg állatnak se. Van is egy, meg pláne nem. Van egy csomó macska otthon. Aha. El sem merem mondani, hány darab van. Ajaj, nekem csak kutyám, kis kutyám van. Három perzsa van, meg egy nem perzsa, egy cirmos,
és van az udvaron egy gyönyörű szép kutyám, a világ legszebb kutyája, Rottweileren van, egy lány Rottweiler. Hát az egy arany pofa, beállok, hazamegyek a kocsival, beállok, kinyitom az ajtót, föllép a küszöbére a kocsinak, és itt van előttem így oldalról a pofája a kutyának. Uh-huh. És tudja, hogy a Rottweilernek milyen nagy, nagy szája van, meg minden. Volt a családban már Rottweiler. És akkor megfogom a nyakát, és egy átölelem, hogy olyan aranyos, hogy meg lehet zabálni. Uh-huh. És múltkor megvédett, képzelj el, meg fogom vizsgálni, ne izguljon. Megfontságos, hogy látszik, jó. Ilyen szóüzés vagyok most. Telefonom van, úgyhogy nyugodtan. Jó, nyugodtan mondom. Ahogy nyitom ki az ajtót, akkor kiállni a kocsival, én vidéken lakom, Budapest mellett Maglódon lakom, nyitom ki, és a szembe levő kutya valahogy kijött, egy ilyen foxy-szerű. És jön felém a kutya. És hát mondom, jó, hát jó, nem félek a kutyától, jön felém, és egyszer csak a kutyám fogta, mert nem megy ki a kutya, az olyan fegyelmezett állat, kinyitom az ajtót, az nem megy ki. Kirohant, és megkergette a kutyát, és megharabdosta a rottyantóját, tudja, a másik kutyának. Yeah. És persze, ahogy rákiabáltam, persze vonyított a kutya, persze a másik, ahogy gyere vissza, már jött és vissza, mert nagyon fegyelmezett állat, és kiderült később, hogy tényleg nem egy embert meg akart harapni, tudod, az utcába. Szóval ő érezte, hogy a kutya bántani akar engem. És kirohant, és megvédett azonnal. Na, hát milyen klassz. Ez az igaz. Ez az igazi kutya. Nem, úgy igazi nem, kutya, így van. Nem annyira bántotta, hogy most, hogy borzasztó legyen neki, tudja. De azért, hogy figyelmeztesse, hogy mit ördöglik a légtől. Nekem akkor a kutyám van, mint a Rottweilernek a lába. Igen. Szőnyeg alatti cirkáló. Na, nem nevetünk, mert... Nem bírom megállni, ne haragudjon. Nem rosszaságból, imádom az állatokat. Én tudom, hogy mi, ahogy a kutya az mit jelent, de ő egy igazi társam nekem. Világos. Akármilyen picike akkor is. Teljesen igaza van. Na, központ idegrendszere. Fáradt szokott lenni? Nagyon. Hát ott van a rottyantó alatt, tudja? Aha. 10. Minden annyi. Minden szíve 10-20. Gyomor 10. Ez állandó fáradtsága jár. Állandóan aludnék meg. És hiába alszik, nem pihenni ki magát, és depressziót is okozhat. Vékonybél 10, borzasztó vastagbél 10, hólyag is, nagyon-nagyon lent van. Ennél nagyon nem is lehet, sokkal lejjebb nem is lehet. Hát az nem jó. És tudja, ez magától nem oldódik meg. Hát gondolhatja, csak nem mondhatom ki, mert reklámnak számít. Persze. Mert reklámnak számít, tudja. Ilyenkor azt szoktam mondani, tudom. Nézzék tovább egy kicsit a műsort, a következő egy percben, ott vannak a tanfolyamokról dolgok, meg egyéb dolgok, tudja, ami meg lehet tudni, hogy elérhetőséget, meg ilyesmi. Tudja. Meg sok jó ember van a Földön, úgyhogy... Hát engem meg annyiba ért már így a médiahatóságunk. Azért mondom, hogy nem, konkrétumot nem mondunk, mert sok jó ember van a Földön. Így van, így van. Még drága vagy, mire kíváncsi, azon kívül, hogy gyönyörű város. Az van egy tó, tudja, az edzőtábor mellett. Há, hogy? Cseketó. Cseketó, igen, mondani is akartam. Persze. Tudja, hányszor futottam körbe reggeli előtt? Hányszor? Az nem olyan nagy, a nagy tavat kell körbe futni. Azt is körbe futottuk, nem egyszer, időre. Gyönyörű az is. Időre körbe futottuk a nagy tavat, és persze, ajaj, hát... Ott nem olyan sport a birkózás, ott rettentő sokat kell edzeni. Igen. És akkor, amikor van olyan, ugye most elég magas összeget kapnak, akik olimpiai bajnokok lesznek, igen. És egy ismerősöm mondta, hogy nem érdemlik meg, kérem szépen. Az nem tudja, aki ezt mondja, hogy mivel jár az a sport. Hogy gyerekkorától kezdve, ez mint a barom, ez fáj, az fáj, kínlódik, tűrni kell a fájdalmat, hajtani kell, hétvégeken verseny van, edzés, minden, és mennyi edzés, és milyen edzés. Aki ezt mondjanak, fogalma nincs, hogy valaki egy akár csak első hatba bekerüljön egy olimpián, mennyi lemondással jár. Ja. Úgyhogy megkérek mindenki, senki ne sajnálja. Senki. Nem sajnálom. Nagyon nehéz. Semmit. Tudom, drágám. Még a epeköveimet nézze meg, ti annyi úr, milyen... Hát az is van. Hát van, hát...
Nos, akartam behozni, mert egyik tanítványomnak van két lelete, ugye fantomütőtet csináltam az epekövével, és a leletben az van, hogy amikor oda ment, mekkor epekövek voltak, és mikor visszament még egyszer, akkor, ami felese volt, és be akartam játszatni, úgyhogy berakják a tévébe, csak nem mertem szólni, mert biztos, hogy minden ugye, újdonság, itt a új szerkezet van mindenben a stúdióba, mert akkor be kell szkennelni előre, és akkor bejátszák, és nem is szóltam, mert biztos nem benne, mert ilyenkor sok apró nehézség van, tudja, ilyen átállásnál, mint ahogy azért nincs kint a telefonszám is, ugye, mert az átállás... Kint van a telefonszám? Kint van? Én meg nem első látom. Perc, hát akkor én első perctől kezdve kint van a telefonszám. Nekem meg nem látom, látja? Mert van hát nekem ugye egy monitor, tudja, van egy monitor, igen, ami magamat van. Látom, de a telefonszámot nem látom. Első pillanattól kint van a telefonszám. Én meg azt hittem, nincs, mondom. De kint van. Azért csevejézik velem ennyit, ugye? Tessék, nem azért beszélek. Azért csevek velem ennyit. Most ilyen vagyok, hogy egyszer, ilyen egyszer. Mert azt hittem, hogy nincs telefonszám, nem. Nincs érdeklődő. Nem, most nem így volt. Jó, nem azt mondom, hogy néha nincs bennem ilyen raffináltság, de most nem volt ilyen. Jól van. Nem volt ilyen. Meg vagyunk nyugodva. Nem volt ilyen. Jó, hát sok jót nem mondott nekem, sok jót nem mondott úgy, hogy... Mit csinálja? Csókolom, vigyázzon magára. Majd ha találtunk a tóparton, akkor leverem magát. Hogy integetek, jó? Jó, oké. Sokat megyek oda, sokat. Ez igaza van, menjen csak. Jó éjszakát. Csókolom, minden jót, csókolom. Hát akkor ne is mondjam a telefonszámot. 061-269-0386, akkor is mondom. 061-269-0386-os telefonszámom. Várom a telefonjukat, hogy hívjanak. Ugye beszéltem a műsor elején a fülzúgásról beszéltem, és hogy ez tulajdonképpen népbetegség az a fülzúgás. Tessék parancsolni, jó estét kívánok! Hallgatom! Igen, csak még el van csúszva. Mi van elcsúszva? Közben a tévét hallgatom. Én meg magát hallgatom. Fianyi Tamás úrtól tanácsokat. Itt vagyok, kedves hölgyem, hallgatom. Szeretnék kérni mindenféle, amit lehet kérni. Értem, kedves hölgyem, ha a visszhangot hall, ti annyi visszhangot, akkor a televíziót kell lealkítani. Nem hallok visszhangot, csak a tévé el van késve. Tényleg? Igen. Most felemelem a kezem. Igen. Tényleg. Csak lesek, mint pékutyája meleg zsemlére. Most, hogy látom. Na, honnan telefonál? Csongrád megyéből. Csongrád megyéből, nem Csongrád, hanem ilyen. Csanádpalotáról. Tessék? Csanádpalotáról. Tényleg? Igen. Ja, akkor jó. Megnézem akkor, jó? Na akkor, központ idegre, megnézem, hogy van-e szellem magán, jó? Jó. Szellemes. Átok is van, meg szellem is van. Központ idegrendszere 10-20 százalékos erővel működik, akkor a test is hasonló lesz. A szíve 10-20, a gyomor 10-20, májacskája megnézem, pöttyöse 10-20. Szokott fáradt lenni? Nem, alig alszom. Alig alszik? Nem tud aludni? Nem sokat. Mert akkor a tobozmirigy is ugye valószínűleg nem jól működik. Nappal nem alszik? Nappal, néha. Mert ha éjszaka nem tud aludni az ember, akkor nappal nem szabad aludni, tudja? De egyáltalán. Na megnézem akkor a gyomrát, 10-20 százalékosan működik, vékonybél is nagyon gyenge, vastag hasonlóan, hólyag 10, vizelettartás rendben van? Félig meddig. Tüsszentésre? Hát igen, igen, van ilyen. Hát nagyon lent tetszik lenni, kedves hölgyem. Ez sajnos magától nem oldódik meg ez a probléma,
de lehet rajta segíteni. Tudja? Igen. Nem így, persze, hát így nem, de lehet rajta segíteni. Most ajánlom is, hogy valamit csináljon, mert hosszú távon ez így nem jó dolog, tudja, hogy minden alul működik, mert egyszer csak valami nagyon elromlik az ember testébe, tudja? Sok a stressz? Igen. Hát mindent az idegrendszer csinál az ember testébe. A külső körülmények, amik vannak, ugye körülöttünk, ugye a problémák, amik vannak, azok befolyásolják az idegrendszert, az idegrendszer meg befolyásolja a testünket. Ilyen, így működik sajnos, minden ideg alapon van, tulajdonképpen minden, mert mindent úgy változik meg a dolog, hogy az idegrendszer ebben az esetben, ahogy magánál van, összeszűkíti az energiafelvevőket annak arányába, ahány százalékosan az idegrendszer működik, és a testben nem jut üzemanyag, nem jut energia. Igen. Tudja? Igen, értem. Hát bizonyára, hogy mondjam, sok áskálódás, meg minden, úgy érzem, meg ezek a szellemeges, vagy nem tudom, mert én azt mondták mások, hogy nincs, de én úgy érzem, hogy van. Ha, nagyon ritka az, hogy nincsen. Meg áldozók. Az is mindig van, mindig vannak jó akarok. Csak azok nem úgy csinálják, hogy szemtől szembe, tudja. Hanem hátulról mellbe. Igen. Úgyhogy ez a helyzet, drága hölgyem. És akkor mivel tudnám rendbe rakni, mert ez nekem az ilyen, mert én nyitott vagyok az ilyen kapcsolatokhoz, mert nekem most messze van Budapest. Hát elmondom önnek, hogy akik hozzám járnak kezelésre, többen vannak a vidékiek, mint a budapestiek. Mindenhonnan járnak, arról a környékről is, ahol, amit maga mondott, de Debrecentől kezdve Nyíregyházáig, Pécstől kezdve Kaposvárig, szóval mindenhonnan járnak kezelésre. Olyan helyen van a rendelő, ami vidékieknek nagyon könnyen megközelíthető. Van, amikor a keleti pályaudvar közelében van, egészen a közelében, egy főúton, és ha szerencséje van, a keletibe megy a vonat, akkor különösen jó, de a nyugatibe vagy a délibe akkor se vészes, mert a nyugatiból pár megállóba el lehet jönni a Blaludza térig, onnan gyalog nincs messze, vagy ha valaki a délibe megy, az se probléma, mert leszáll a Blaludza téren vagy a keleténél a metróról, és gyalog egy köpésre van a rendelő egyébként is. Nyugatiban van, de próbálnánk itt segíteni magamon, minden. Magunkat nem tudjuk megoldani. Pozitív gondolkodás. Hát kevés jelen pillanatban. Igen. Az nagyon kevés. Attól nem fogunk helyre jönni, attól nem lesz jobb az állapotunk. A pozitív energiától. Ne legyen szomorú, drága. Legyen vidám. Mosolyogjon. Na, tudom, hogy nem szokott. Érzem magán, hogy nem szokott mosolyogni. A beszédjen érzem. Hát azt hiszem, hogy akarmit szeretne valamit még kérdezni? Nem, mert ennyit, hogy a családdal kapcsolatból jön. Többi... Most már nem csinálom. Nemrégen csináltam azt, hogy még ezt a rokont, azt a rokont nézem meg, nem csinálom, mert másoktól megy el az idő, tudja? Már nem csinálom ezt. A saját családom, vagy csak a... Én hát persze, gondoltam, családom. Hogy nem a, nem tudom, az ők anyja, édesanyjának, vagy bárkinek. Nem, csak saját magunknak, a gyerekeimnek meg. De nem nézem meg őket, mert mondom, hogy már csak annak nézem meg, aki felhív engem telefonon, mert annyi idő elmegy így egy emberrel, hogy a többiek nem tudnak szóhoz jutni tulajdonképpen. Jó, le is rakom, elnézést, mert akkor nem tudok másokkal kapcsolatot teremteni. Köszönöm, hogy hívott, és csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Köszönöm. Minden jót kívánok. Várom a telefonokat, 061-269-0386, 061-269-0386. Ugye korábban volt az, hogy
ha valakivel beszéltem, akkor mondta, hogy nézzem meg még a gyerekét, férjét, minden. Most ezt nem csinálom, mert kevesen tudnak bejutni akkor. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Szia Annyi úr. Bori vagyok Budapestről, 15. kerületből. Ismerem? Igen, már voltam önnél. Honnan ismerem? Voltam már önnél. És tanfolyamra nem járt? Nem. Na, kedves. Kezelésem voltam önnél. Mikor volt kezelésem? Mennyi ideje? Egy éve körülbelül. És mi volt a gond? Mi volt a probléma? Nagyon... Tessék? Túlságosan úgy működött a idegrendszer. Ja, túl ideges volt, aha. Igen. És ennek a mellékhatása, igen? Igen, és volt meg. Tűzlógás, ilyenek. Feszültség, idegesség. Igen. Alvás probléma is van? Hát igen, az is. Az is van. Na, megnézem akkor, hogy állunk, jó? Jó, köszönöm. Na, megnézem, van-e szellem magánál. Sajnos már begyűjtött szellemet, ugye akkor levettem. Átok, az is van. Központ idegrendszere, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Hát nyilván ennél sokkal nagyobb volt az idegrendszer, ugye? Most már csak 120. Örüljön neki. Ilyenkor van egy kisebb túlműködés a test többi részébe. A szíve 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ez nem vészes, még tartós tejet vehet nyugodtan. Vékonybél 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Izzadni nem szokott? Egy kicsit, igen. Akkor a pajzsmirigy is túlműködik, 50, 60, tessék? Struma van. Struma? Igen. Na, az nem jó. Hólyag 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hányszor volt kezelésem? 6-7? 2-2. Ja, kétszer volt, értem. Vese 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110. Mert nem ugrik be valahogy nekem. Ugye hát nagyon sokan járnak, de látom, akkor biztos tudom. Igen. Mert ugye... Vannak szemeim, és akkor, amit látok, hát nem olyan vészes a helyzet, megmarad. Igen. Pár napig még simán. Simán megmarad. És mi újság van Újpalotán? Mert ez Újpalota 15. kerület. Igen, igen. Minden rendben van? Igen. Jó van akkor. Ez másfél szobás lakás? Olyan. És egy pici konyha van az ajtó mellett, ugye? Igen, igen. Oda látok, látja? Igen. Na, ezt védjek ki, nyanát hát. És szemben van a kis szoba. Igen. És balra a nagyobbik. Igen. Na, ott mondtam, hogy oda látok, látja? Na, látja. Szóval van szellem, tehát... Megnézzem? Igen. Van bizony. Hány darab? Egy van. Már nincsen. Elküldtem. Igen. Kivételesen. Kivételesen. Jó. Nem szoktam. Jaj, de jó. Hát látja, milyen aranyos vagyok? Nagyon. Tudom, hogy meg a nagyon aranyos. Volt benne részem. Na. Nagyon kedves. Hát köszönöm a kedvességet, jól esett. Amúgy íztam, amúgy sem vagyok sovány, de még íztam egy kicsikét. Hát van ilyen. Most megint úgy látszik, kicsit íztam, megint fogynottam egy kicsikét. Pedig most nagyon jól tetszik mérni. Igen? Igen? Na hát te ne körülök. De azért csak kéne egy pár. Hát az vagyok, fiatal vagyok. Csak nem vagyok mohó. Ez a különbség. Igen. Ez a különbség. Hát nagyon aranyos, hogy felhívott, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Na, erre iszunk, ugye?
061-269-0386. Ugye most azt úgy szerettem volna ezt a napot csinálni, hogy minél több kedves telefonálóval tudjak beszélni. Köszönöm. Én is köszönöm. Tessék parancsolni. Jó estét kívánok. Sándorné, Kolozsvári Irén vagyok. És nem olyan régen jártam ott a professzor úrnál, csak most állandóan én nem tudom, a fejem fáj, de úgy, hogy mozdítani alig tudom. Na. Szeretném megkérni a professzor urat, hogyha lehet egy állapot felmérés. Emlékszem magára. Emlékszem. A torkom fájt akkor. Emlékszem, egy óra van, és a két fülekedje szorult a feje. A torka fájt, de nem volt véres a torka, remélem. Nem, hanem a sav csinálta ezt. Ja, a gyomor. Ja, értem. Túlmokörött az idegrendszere? Hát akkor viszonylag jó volt. Hát nem tudom, de olyan rosszul is alszok. De fekve alszik, nem? Hát általában. Na, akkor biztos túlműkörött, ugye, amikor gondolom. Hát biztos a halál persze, csak megnézem, van-e szellem magán, jó? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, most nincsen szellem. Most nincs szellem. Adjak? Inkább ne. Megnézem, van. Majd fogok én menni, csak most hévíz van folyamatban. Értem. Hát nincs átok sem, meg szellem sincsen. Központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nem olyan rossz ez. Nem még rossz. Pár napig még megmarad, drága. Igen, köszönöm. És tartós helyet is vehet. Úgyhogy azt is vehetek. Megijatok. Ha bírja, nem tudom. Hát igen. Na, a szívecskéje. Szokott néha beverni a szíve? Néha. Mert ott is van egy hangyányi kis változás, hogy kicsivel túlműködik. A gyomor 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A gyomorról is ugye lehet akkor gond, mert ilyenkor több savat termel. Igen. Na megnézem, a prosztata rendben van-e, jó? Jó, köszönöm. Ez érdekes lenne, de a hólyagot megnézem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, az csak 80. És a vese, megvan mind a kettő, ugye? Igen, igen. Múltkor még megvolt. Jobb vese. Hát még most is. Jobb vese 50, 60, 70, 80. A másik 50, 60, 70, 80. Nem olyan rossz eredmény ez. Nem olyan rossz, ugye? Nem. Még az van nekem, hogy sűrűn megyek vécére. Kis dolga, sűrűn van? Igen. Hát ezen még dolgozni kell. Lehet rajta változtatni, de még dolgozni kell rajta. Értem. Ez a vesétől van inkább, nem a hólyagtól inkább. A vesétől, igen. De hát... Hát majd hévíz után... Hévíz? Hévízre megyek most. De vigyázzon a meleg vízzel. Igen, tudom, tetszett mondani, hogy 10-15 percnél ne nagyon maradjak tovább. Igen, mert van egy kis gyulladás a testben, az fölerősíti. Ma jött hozzám egy úr, az meg cserkesszőlőn volt. Hogyan így? Igen. Meg volt csontkovácsolva, nagyon fájt a dereka, elment cserkesszőlőre. Most mindenki cserkesszőlő vagy másik meleg vízű, érti? Teljesen értem, mindegy, nem a cserkesszőlő, jó hely egyébként a cserkesszőlő, úgy tudom legalábbis, én nem voltam ott, de van onnan is, aki jár hozzám kezelésre, tehát a cserkesszőlőről is van, és ez a helyzet, hogy annyira begyulladt a háta, hogy injekciót kellett neki adni. Jézusom. Szteroidos injekciót, attól meg a cukra fölment 20-valamennyire, mert eleve is cukorbeteg volt. Értem. Nagyon vigyázni kell a meleg vízzel, nagyon-nagyon. Igen, tudom, ott is a főorvosnő mindig rá is írja a papír, maximum 15 perc, úgyhogy tovább nem lehet. Beöntéssel együtt.
Nekem is kitaláltam útkor az azt, hogy menjünk egy Gyulára, elmentünk, de elgondolom őszintén, hogy csak fájt a gyerekem utána. Nem azt mondom, hogy borzasztóan, de csak fájt, mert én sem mentem ki 15 perc után. Először kimentem, másodszor kimentem, de harmadszor már nem. Mit számít nekem, és közben bizony egy kicsit jobban fájt utána, de akkor, mint máskor. Értem. Nem, hát én nekem igazából a lábom véget járok oda minden évben, mert majdnem minden évben tavaly nem voltam műtétek miatt, de a tornam, meg ezek a mert protézis. A csípőjében van, ugye? Csípőben van protézis. De csípőben van protézis, ugye? Nem. Térdében? Térdés? Elcsúsztam. Hát úgy vicceltek velem a kórházba, hogy szaltóztál. Hát, és leszakadt az egész térdem. Ajajajaj. Úgyhogy még egy nagy műtét volt akkor utána, úgyhogy tavaly 4 hónapot kínlódtam a kórházba. Hát, úgyhogy elég komoly volt. Hát gondolom, de szerencsére itt van köztünk, úgyhogy igen, el van, igen. Mint a befőt, úgyhogy semmi gond. Hát nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Csók közön puszilom, minden jót kívánok. Minden jót csókolom. Akkor ugye megint várom a telefont, vagyis a jelentkezőket 061-269-0386. Még egyszer elmondom 061-269-0386. Van már valaki? Van. Halló! Halló, estét kívánok! Anikó vagyok, és a professzor úrtól szeretném megkérdezni, hogy 40 éves korom óta többször voltam műtve a vágóhidon, és annyi betegségem nyavajassága szenvedek, hogy most itt a nyilvánosság előtt nem szeretném ezt. És elmondom, elmenevel az idő, és választ szeretnék a professzor úrtól kérni ezzel kapcsolatosan. Na, egyet az, hogy most hány éves tetszik lenni? 63 éves tetszik lenni, hát még akkor fiatal versenyző maga. És Budapesten vagy vidéken lakik? Budapesten lakom, és most először hívom beszélünk. Először beszélünk. Na, megnézem az állapotát, jó, kedves hölgyem? Megnézem, mivel se antikál, megnézem, mi van a szellem magán. Hát szellemes tetszik lenni, kedves hölgyem. Szellemes szellem van, csak vicceltem, hogy szellemes tetszik lenni, persze, hogy szellemes, ott van a hátán a szellem, tudja. Értem. Na, van-e átok, azt is megnézem, az is van. Na, akkor megnézem az állapotát, a központ idegrendszere. 10 fáradt maga? Parancsol? Szokott fáradt lenni? Hát, eléggé fáradékony vagyok, igen. Tudom én. Nem véletlenül kérdezem. Nem tudom, hogy rosszul adom egy-két órát. Úgyhogy sajnos. A tobozmirigy nem jól működik, azért alszik rosszul, tudja. Na, mindenem teljesen a béka rottyantó alatt van, mert a központ idegrendszere 10%-osan működik, akkor az egész teste nagyon lent van. A szíve 10-20-30, a gyomor 10-20, a mája pöttyöse vajon 10-20%-osan működik. Van-e P-je? Van, igen. Az 10. Felfújódni szokott? Mit csinálni? Felfújódni, az ilyen... Igen, vannak gyomorbántalmak, igen. Vannak ilyen grande pufit, tudja. Lecsók sorolhatnám, azért mondtam, hogy nem tudom, az hosszú lenne, most itt mondanám, hogy milyen az időt rabolnám. Vékonybél 10-20, és a kaja felszívódása? Hát az elég nehezen megy, az is. Tehát az is. Nagyon hamar kupat. És a elnézést kérek, de a széklet gyakorisága? Hát gondok vannak azzal is, igen. Nem véletlenül kérdeztem, tudja. Amit kérdezek, azért kérdezem, meg általában tudom rá választ, tudja, de azért megkérdezem. Igen. Megkérdezem. Azért őszintén szeretem. Persze, megnézem a hólyagot, hát az is. Azzal is gondban voltam őszre.
Van egy nagy tüsszentésem, egy valami? Tüsszentésem voltak problémák jelen pillanatban, és nem sikerült a működés. Hogy egy csepp ugye oda vándorol, igen, hát. Igen, igen, ez a kóra is megerőtte is. Hát nézze, 60 éves kor, az nem olyan vészes a 60 éves kor. Azért mondom, hogy nem vészes, mert ma már az nem kor, a 60. Régebben, mit tudom, 30 éve más volt a helyzet, de ma már nem tudja, mert az emberek tovább is élnek, el vannak, mint a befőttek. Ugye? Hát a genetikától is függ meg attól, hogy ki miért a rokon? Úgy viselte meg a egészségügyi munkába. Hát persze, nem tudom, nyugdíjas már? Igen, nyugdíjas vagyok. Olyan munka volt, ami idegesítő volt? Ápolónő voltam. Hát az... Az egy nagyon szép munka, csak hát nem egyszerű. Pszichiátria, stb. Jaj. Hát akkor nem csoda, hogy ki van maga, mert az idegrendszer... Hol mentem nyugdíjba, és az idegrendszer működése megy a testünkre rám, egy tudja, szóval igen, teljesen igen. Visszahat. Hát van mit tenni magán egyébként. Ezen, ami van ezen az állapoton, mindig arról beszélek, hogy a testben az okot kell megszüntetni. Ezeket az okokat gyógyszerre nem lehet megoldani, semmiféle kapszulával, semmivel az ég a te egyvilágom, úgyhogy van probléma rendesen, de sokat lehetne segíteni. Az okot mindenképpen meg lehet szüntetni, még az emésztésen is lehet javítani valószínű, még valószínű, hogy a hólyagon is valószínű lehet változtatni, az alvásán is nagy valószínűséggel lehetne változtatni. A vérkeringése a vékarottyantó alatt van szerintem. Megnézem a feje, hány százalékba kap vért. 10-20. A lábfeje 10-20 szintén. Az avval meg egyszerűen azt tudom mondani, hogy a érrendszerben hát nagyon profi vagyok. Szóval tudom, hogy öndicséret büdös, de attól még elmondhatom, hogy amikor meg tudom oldani, hogy pár nap múlva valakinek levágnák a lábát, és nem kell levágni, meg nyaki eret akarnak cserélni, és nem kell cserélni, pár nap után meg koszorúereket nem kell csinálni, mert jó lesz, hát sok minden lehet úgy változtatni, csak az a baj, hogy az emberek jelentős része akkor sem megy el ilyen helyre, ha meghal, aki inkább meghal, nem megy el. Mert ő azt mondja, hogy nem, ő nem hisz benne, de annyi intelligenciája nincs neki, hogy megpróbálom. Ha nem próbálom meg, honnan tudja, hogy jó vagy nem jó? Érti, miről beszélek? Persze, én mindegyiket végigcsináltam. És nem, vannak nem. Onnan tudom, mert ugye vannak, akik járnak hozzám kezelésre, ugye javasolják másoknak is, mert nagyon eredményes volt nálunk a kezelés. És azt mondják, hogy beszéltem a Pistával, de... Olyan hülye volt, hogy le kellett vágni a lábát, mert nem jött el. A másik meg meghalt, mert a koszorú erét nem engedte kezelni. Szóval millió egy dolog, inkább meghalnak, de nem, meg se próbálják. Én szerintem ez intelligencia hiány, nem más, mert nem kell szeretni engem, nem kell hinni benne, de ha nem próbálok valamit ki, akkor nem mondhatom, hogy az nem jó. Na ez van, drága. Van itt közelén nálam, vagy ezt... Van magánszellem, meg átok is van magán. Megnézem, a lakásában van-e. Ott is van a lakásban egy. Már nincsen a lakásában. Nem csinálok rendszert belőle, de annak legalább a lakásban ne legyen külön. És ez az átok, ez mennyire nyilvánul meg itt a környezet? Ártalmas, a testünkre ártalmas, tudja? Károkat okoz a testünkben. Hogy ez hány százalékban ezt nem, mert így éppen megnézhetem. Csak 10%-ban károsítja a testét, de akik értenek az átokhoz... Lehet, hogy ez valami régi ősi átok lehetett a családkozna. Hát meg tudom nézni, hány éve van magám. Köszönöm szépen. Megnézem, hogy 10 éve régebben? Igen. 15-nél régebben? Nem. 10 és 15 év között van. Értem. Meg tudnám nézni, de most nem akarok avval időzni, tudja, hogy persze, melyik évben vagy. Szóval meg lehet nézni.
Örülök, örülök, hogy hívott. Én is köszönöm a professzornak, és további sikeres munkát. Csókolom a kis kezét, puszilom. Minden jót kívánok, minden jót. Örülök, hogy beszéltünk, minden jót kívánok. Ugye mindig arra szoktam beszélni, hogyha okot a testbe nem szüntetjük meg, akkor nem beszéltünk arról, hogy igazi jó kezelést kapott valaki. Hiszen az ok, ugye az idegrendszer okozza a problémát, az okot, azok a külső körülményeink megváltoztatják az idegrendszert. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, Gizella vagyok, és már nagyon régen beszéltünk egymással. Na most azóta én érdeklődni szeretnék, hogy az egészségem mennyiben változott. Na kedves vagyom, mit jelent ez, hogy nagyon régen beszéltünk? Vagy 2 éve. Ugyanebben a televízióban? Igen. Na, de nálam még kezelése nem volt, ugye soha? Nem tudok elmenni. Most is nagyon beteg vagyok. Na, és mi? Hallja a hangomon is. Hallom, drága hölgyem, hallom. És mi, alulműködés volt magának, vagy túlműködés? Alulműködtek a szervei? Nem tudom. Akkor nem tudom, már nagyon régen volt. Jó van, szívem. Tudom, akkor hogy valami nem volt. Lássuk jó. A medvét, akkor megnézem, jó? Nagyon megnézem, köszönöm. Hogy van-e szellemecske? Van. Átkocska is van. Jaj, adj baj. Ne izguljon, mindenkin van. Majdnem mindenkin, bocsánat. De én ettől nagyon félek, mert... Miért? Tessék? Miért fél? Mert az átoktól lehet félni. 2 hónapja nem tudok a betegségből kilápolni. Hát, hát bizony. Na megnézem a központ idegrendszerét. 10-20-30%-os teljesítménye működik. Ez nem olyan rossz eredmény. Tartós tejet simán vehet még. Megnézem tartós tejet simán vehet. Központ idegrendszere 10-20. Ja, volt már, 30 volt. Szíve 10-20-30-40%-os erővel dolgozik, a gyomor 10-20-30, a mája 10-20, epéje van? Megvan. És megvan. Mondja, hogy... Már nem vagyok epésre. Fel szokott fújódni? Elnézést. Csak nyugodtan kölgjön. Elnézést. Nem, nincs miért elnézést kérni, csak kölgjön, hogyha... Ez könnyebb. Nem. Na nézem a vékony belét, 10-20. Az emésztés nem tudom, rendben van-e, vastagbél 10-20. Minden nap van céklete? Van, persze. És megfelelő halmazállapotú? Is, értem. Próbáltam finoman kérdezni, sikerült? Nem biztos. Na. Igen. Olyan 10-20, hát nagyon lent van. Vese is 10-20. És a vizelettartás? Hát a kölgésről kifajolnak nehéz. Értem. Nagyon erősen. Én értem. Szóval adódnak problémák belőle. Vannak persze. Hát tudom. Nagyon hozamosabb ideje. Hát, mit mondjak erre? Azt mondta, hogy nem tud magán segíteni, nem tud eljönni otthonról. Nagyon nem. A tüdőgyúszia volt? Vagy mi volt? Nem. Meg voltam fázva, márciusban, aztán azóta nem tudok ebből kilábolni. Hát sajnálom, drága. Mert régebben adtam kezelést, de most már nem adok, tudja, nem engedik, tudja, hogy a tévében kezelést adjak. Nem, kedvan, sajnos. És szellemek vannak-e a lakásban? A lakásban nem néztem, csak magán. A lakásban is van, igen. Nem, nincsen. Nincs a lakásban. Nincs a lakásban? Nincsen. Nincs. Csak rajtam van? Csak magácskán, igen. Ijajaj. Ártó? Jó szellem nincsen. Ilyen szempontból nincs jó szellem. És tessék mondani, az ártok, az erős ártok? Na, megnézem, mennyi hány százalékosan árt köszönöm. Magának, jó? 5, 10, 15. 15%-ban árt magának. Csak nem lehet tudni, hogy mióta vagy férfi vagy nő. Hát ott ne, az átoknál nem. Uh-huh. Hát mindegy, nem jó, ami ott van, az kész. Annak el kell tüntetni egyszer valahogy ezt. Hát majd a kicsit rendbe jövök. Majd ha tudja, béka rottyantója adok ki, kecmergek.
Akkor majd elmegyek. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Nagyon aranyos volt, és örültem, hogy beszélgettünk. Köszönöm. Csókolom a kis kezét, minden jót kívánok. Már csak 5 perc van nekem vissza a műsorból. Most nem kérek már több betelefonálót, megkérem a kollégákat, ne kapcsoljanak be. Most energiát fogok önöknek adni. Ez az energia, a sokan azt hiszik, hogy a televízión keresztül megy, nem a televízión keresztül megy, ugyanúgy, mint egy rádiótelefon sugárzás, vagy egy tévésugárzás, vagy bármi, mindenen keresztül falakon megy. Persze nyilván oda fog menni, aki akarja. Aki nem akarja, megy feléje is, csak lehet, hogy nem tudja felfogni. Azt szeretném, hogy összes ember, aki most ezt az adást nézi, kapjon energiát, és a bal kezüket tegyék föl ilyenkor, elképzelik, hogy itt beszívják az energiát, amit elképzelünk, meg tudunk valósítani, amit elképzelünk, ez biztos, hogy így van. Átszívják a testükön, és azt az energiát, amit beszívtak, amit én küldök, kinyomják a jobb kezükkel, arra teszik a kezüket, ahol baj van, valahol, ahol tejet kapni, vagy a anyósának a popsiára, vagy bárhol arra teszik a kezüket, és küldök ki az energiát. De azt is lehet csinálni, hogy aki spirituálisan magasabb szinten van, a korona csakráján beszívja, és képzeletbe azt az energiát, amit küldök, eljutatja a gondolatba arra a testrészére, ahol kell, de legjobb lesz, ha kezüket emelik fel. De figyeljenek magukra, és megy az energia. Most ez energia még egy 5-6 percig megy önökre, hiába nem látnak, de én programozást hajtottam végre, és 5-6 percig megy még az energia. Úgyhogy csak figyeljenek magukra, csinálják, amit mondtam, hogyha szeretnék. Nekem mindjárt vége a műsoromnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és hát jövő héten ugye megint találkozunk hétfőn este élőadásba, és ha valaki valamit szeretne tudni, akár a tanfolyamokról, vagy egyéb dolgokról, akkor kicsit nézze tovább a tévéműsort, és ott egyéb dolgokat meg fog látni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, ugye mondtam már, jövő héten, hétfőn megint találkozunk. Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és akkor jövő hétfőn este 9-kor itt leszek. Viszontlátásra, minden jót kívánok!